csecse. Oválozunk a németekkel, road utamon, úgyhogy jobbra is fogunk kanyarodni. Németek is tudnak jobbra kanyarodni, elég kemény. Maga a pálya, meg a set, meg minden. Érdekes futam lesz az egyszer biztos. Hosszú is, meg érdekes is. Lehet, hogy nem lesz nekem hosszú, mert mindjárt az elején összetöröm, semmit nem megtiszteltem, úgyhogy szokás szerint most építem össze a pályát így a fejemben, hogy hogy kell rajta menni. Úgyhogy mindjárt csinálunk egy gyors pályabejárót. Eredmény nem ígérek, mert ez nem valószínű, hogy valami fényes lesz. Szóval lássuk a mackót. 7 óra és 20 perc van beállítva, de nyilván nem annyi lesz, hanem a valami körszám is. 50 körös lesz a verseny, kérem szépen. Úgy támad a szegélyköveket be, mintha füvön akarnál fordulni a belső kerekekkel. Nem akarok füvön fordulni. Nem is fogsz. Érzetre olyan, hogy ez bőven szegélyköven marad még. Nekem legalábbis. Úr! Na szóval, rohadt erős vadállat, de kanyarodni nem akar. Ez a lényeg ennek az autónak. Így lehetne röviden összefoglalni. És egész pályás sárga zászló van? Mégis nem. Akkor elég sok sárga zászló lenne. Jaja. Car on your left. Mindig van előttem valaki, bakker. Lemaradok 3 másodpercre, a cél egyenesedre csúszik ki. Csak próbálom kimérni a gumit, mert előbb szerintem szénnél csúsztattam. És nem is tapad semmit az autó, úgyhogy... Na, ez szerencsére kicsúszott belőle. Lássunk egy ilyen normálabb kört, hát ha összejön. Kénytelen leszek velük menni jóvállal is. Mindjárt mínuszban vagyok. Frissebb gumikon, nem szétcsúsztatottan. Elég fos ez a kanyar. Van érzésem van itt mindig, hogy még mehet az autó, még mehet. Á, nem tudok megállni. Ez mindjárt egy kellemesebb kör lesz. És így is csak hatodik vagyok, nem baj.
Na, no, az 12-es rajtszám, 5. hely. Az jó. Az jó. Ja. Megint túl jó kvalitán. Hello. Ciao. Hello. Egyébként, ha jól tudom, akkor élőbe is mennek itt. B-s futamon. És ezt csak azért tudom, mert nagyon okos vagyok. Körülbelül 5 percet tudom ezt az infót. Kérdeztem a többieket, mondom, mi ez a trágya kombó. És inkább az, hogy élőbe is mennek, mert a hihetetlennek tűnt, de azt mondták, hogy élőbe is mennek, így hogy le a kalappal előttük.
De jó lenne ezt is megúszni útközés nélkül. Van kb. Garantált az első tízben egyszer. Délutámulásának alapján. Köszi. Hogy itt, itt van a márk, vagy nincs? Itt. Ez egyes kanyarba visszaváltatok egyesbe, vagy kettesbe az ide? Kettesbe? Van ebben nyomaték, persze. Én mindig az alapján nézem, hogy mennyi nyomaték kell kijáraton. Ha nem kell, akkor kettesbe hagyom. Kell, akkor vissza egyesbe.
Mert úgy, hogy nyilván, hogy a padlógáz nyomsz, és elpörög, akkor fölösleges egyesbe visszarakni. Akkor kettesbe is elég. Első kanyart az kettesbe kell amúgy. Gyorsabb. Arra figyelni kell azért, hogy lassabb kanyarba, ha kettesbe hagyod, akkor szélesebben is fordul. Nem tudom, hogy a motorfék tolja előre, vagy nem tudom. Jó, hát itt belül majdnem mindenhol egyesbe vagyok én is. Ja. Az első kanyarba hagyom kettesbe, meg a... Hát a végén abban a gyorsabb balosba. Ott ez szinte legvégén már. Utána a célegyenesre fordító, vagy hogy a célegyenesre majdnem ráfordító nagy hosszú jobbost, ezt egyesbe veszed, nem? Aha, bőven. Csak az előtte lévő balost, az kettőbe. Jaja. Hát kéne gyakorolni a box utcát is. Fogasz kell lenni? Hát 50 köz. Elég a nyál neki. Ezt a T2-t nem tudom normálisan bevenni. Na, meg tudom, is van az első sár. Tudom, hogy túl kell tolni, csak pont nem tudom az ívet, hogy milyen íven kell túl tolni. De úgy vagyok vele, hogy inkább megyek én, mint hogy nézzem a practice-edet, mert ebből többet tanulok most. Hogy érezzem, hogy mit csinál az autó, mint hogyha csak látom. Hüppét akkor szoktam nézni, mikor már nem tudok gyorsulni és lassú vagyok relatív, de hogyha nincs fogalmam, hogy hogy kéne gyorsulni, akkor megnézek egy hüppét, de ritkán szoktam. Én mindig azt szoktam, hogy tetszve megnézem, hogy mi a legjobb kvalidő, és akkor ahhoz minél közelebb. Még nem volt eddig túl jellemző, hogy megdöntöttem volna bármelyiket. Silverado-val most egy tizedre megközelítettem, de... A Silverado-val Atlanta az majdnem... Vagy hát mégis padlógázzal végig lehet küldeni rajta az autót, de nem feltétlenül a leggyorsabb. Hű, de durva a fit! Ja, tényleg, menjek már be. Nyertem két pozíciót a pitbe. Úristen! A pitbe jelentek előttem. Van egy rés a falból, vissza lehet lökni a csávot a pályán. Még két órás futam lesz kávé? Rövid. Mindjárt jövök. Húha, már mindjárt Bali is lesz a kurva életben. Hol választok? Ja. Csak jobbra is kanyarodunk. Én meg C-fixeddel Atlantával, jönleges vagyok. Ez a német bajnok, amit tudtok, hogy miért? Ja. Hát Ákos, ha ideges vagy, akkor nem való neked az oválozás. De hát, hogy tök jól mentem most az elejére. Hát úgy mindig, de hát attól meg tudok. Ja, attól csak ideges leszel. Új mikrofonod van, Ákos? Igen. Na, olyan szép a hangod. Ennek örülök. Már hát úgy vagyok ideges, hanem így izgatott, vagy inkább ilyesmi. Ja. És feljöttem harmadik helyre. Ugye 12-es rajtszám. Úgyhogy így gyakorlatilag mögöttem van mindenki. Aki gyorsabb elvileg vagy. Na nyert. Ez nagy annyira izgulj, hogy megnyered. Jó. Hogy ne. Na jó, van vissza is némítom inkább, az a biztos. Nem, just login you motherfucker. Saját magam követem. Twitch-en.
Azt tudtátok, hogy Twitch-en lehet saját magad követni? Nekem sikerült. Mindenképpen tudjak róla, hogyha streamer, nehogy lemaradjak a saját streamelésemről. Igen, mert van ez a hülye login, és akkor login and follow. És ugye a saját nevemmel léptem be, és arra kattintottam rá. De geci leszek, nem követem saját magam, leiratkozom saját magamról. De mindegy, ezt se tudom, hol kell. Pillanat. De hát pedig most mentem a 29-es körtvicsel. És újabb sárga. Őt van, leeső kanyarba volt, de sikerült köszön két pozíciót futnom. Mindegy lesz. Jó van ott, nem? Nem látjátok ki Peter, ki nem Peter, az úgy is látjátok. Meg itt akarja az a midohájó szartábla, de nem baj, kell az oda. Ja, Máté jön ugye, mert 10 perc kvali, két kör. Ne maradjon le. Lépek, sorsórakozást jön. Oké, köszi, ciao. Sziasztok. User disconnected from your channel. Hú, bazd meg, ennyien vagyunk. Ja, 20. Kemény. Na, lássuk a mackót. Két körünk van. Lesz, ami lesz, nem számít, hogy csak bal időre megyek végül is. Van csak. Ne a legvégéről induljak, aztán majd első. 50 kör az rengeteg. Hogy hány körös lesz, az szar. Ákos, nem, hogy jöttél volna B-vel, Midohájó. Fáj a jobb sarkam, mi a bré.
de szar kör volt. Hoppá, ez is az lesz. Már az első kanyar van el. A picsába. Fordulj, te talicska! Ah, ugyanazt legyek kétszer. Zsinolja rendelés után kétszer ugyanazt. Na jó, nem lett végül is ez rossz. Még a Máté jön talán. Egy-ketten még. Na jó ez. Tök oké. Máté, mész már, ugye? Jaja, megyek. Zsír. Hangom jó, ha vagy szóljatok, ha nem hallani, vagy akármi. Be van állítva, mindent lehet hallani? Nem tudom, hogy... Valaki, aki itt van, vagy érdekel valakit, akkor... De most, hogy ez két körös kvali volt, ilyen NASCAR-szerű, még ha Ródon is vagyunk. Ja, azt hittem, hogy a Máté már ment egy kört. De úgyis ilyen 29-et megy, ez nem kérdés. Javistőr. Ezek nem is vannak? Na, innen. Szóval jó hang akkor, elvileg. Senki többet harmadszor. Valamit még szerintem elfelejtek most így verseny előtt. Vagy sört most meginnék, az segítene. Ó, itt ez. Na, most már jó. Láttok is. Látjátok a mocskos pofámat. If there are some guys following from abroad, if you've got any questions, feel free to ask. The language will be mainly in Hungarian, but I can speak English as well. If you've got any questions or any advice how to drive this beast around this racetrack, then feel free to post me a message. This is our next race of our oval series, but this event is a road event, so we always have one road event in the calendar. I mean, maybe not always, but usually we have one road event between the oval races. So enjoy the show and feel free to message me, and if you like what you see, then hit the follow button. And I regularly streaming my races.
We've got road races, oval races. I run with the Lotus 79 on, I don't know, weekends, but I won't be available this weekend. So, yeah, but if you follow me, then you always receive a letter if I start to broadcast anything. All right, thanks for watching me. Enjoy the show. Cheers. Szóval, hogyha valakit érdekel ez a dolog, megtetszik, most éppen belépett iRacers.hu nevű weboldalunkon rengeteg infót talál a szimulátorról, Facebookon is van egy iRacers.hu csoport, engem Papatillának hívnak, ha valaki akar üzenni nekem, nyugodtan megteheti azt, akár itt Twitch-en, akár fórumra, ha regisztrál, akár Facebookon. Végül is eszállt a 29-es kör. Én mondtam a nézők ezreinek, hogy Máté 29-9-et, vagy 29-es kört fog menni. Bejött. Na, ötödik vagyok, ez teljesen jó. Rekúrtam a köröm, de elég volt ötödik helyre. Na. Und Achtung, ich bremse früh. Bármit is jelentsen ez. Ich bremse zu spät. Ez fékezni, vagy mi? Azért fogalmam sincs. Villeneuve überleben, azt gondolom azt, hogy túlélésre megy. Ich spreche ein bisschen Deutsch, so du wannst du fragen. All right, I can speak German. Bassza at all. Meg! Mit csinálta? Jöntöttem a kólát. Bassza meg! Ja, akkor eltaláltam, túl későn fékezek. Ja. Bremsen? Azzal fékezni? Vagy mi volt írva, vagy... Valami olyasmi. És mennyit kell tankolni, vagy hogy van ez? Vajon? Hát én majd szerintem fél távnál kijövök 25. körbe. Aha. És amennyit addig eszik, annyi kell ugye a második részre is. Aha, jó. Get ready, going green. Zöldre indulunk, nem? Hát szerintem igen. Arra szoktunk, ja. The pace car is in. Green. Pont berakott a kanyar közepére. Hú, nem megvettem azt a marhát. Right side. Keep to the left. Clear. Left side. Üljenek a kedények egy kicsit. Kedények. Szóval a kedélyek. A francba. Jó lett volna mellett a tartom. Left side.
Kemény. Hát nem kúrom el, de nem is vagyok olyan jó, mint most Fordnak. Simán második, harmadik tudtam lenni így a bóval. Ott kurva jól ment. Jó, hát mondjuk arra gyakoroltam is sokat. Hát a németek is úgy mennek, mint a hímes tojáson, nagyon kimérik a gumit. Az a gyorsabb. Hát hosszú távon biztos. Tehát ha erőlteted, akkor már biztos, hogy lassabb vagy, mert lecsúszol az ívről. Nem, nehogy erőltetem, én is úgy megyek, hát bebaszna, hát akkor a végén el fognak gyorsulni. Megyek én is úgy, ahogy ő. Mondom, nem vagyok hülye, most sportban azért sokat tanultam, hogy kell ezzel menni. Vagy hát ilyennel, NASCAR-os autóval, döggel. Ha csúszik, az nem jó, azt megtanultam. Ez azért lényegesen nehezebben csúszik. Ja.
Fine. Vagy nem tudok a Frankon átmenni, Alexander el fog lépni. Hajd magad! Csak sikerült. Elbaszta a T1-et. Néztem, hogy a furán fordul olyan szélesen. Sejtettem, hogy el fog egyszer mérni. Menj a második helyre. Há, ja. Lép el ez a köcsög, nem nagyon tudom tartani. Azt a rott életben ez milyen verseny volt. Most jön a mágikus eszközöm. Session last laphoz mérem az időt. Ez rohadt sokat tud segíteni mindig, hogy mindig próbáljak meg gyorsabb lenni az előzőkörnél. Statisztikailag képtelenség. Tudom, na de azért megpróbálni meg lehet. Vagy akkor nagyon szarkörrel kell indítani. Ja. Megpróbálok off-track nélkül végigmenni. Nekem sincs X-em. Valaki nézi a Twitch-et? Már csak azért, hogyha valaki kérdez valamit, mert most nincs időm azt nézelegetni.
De köszi egyébként a jó kívánságokat, vagy bármit írtok. Meg utána majd lehet, hogy futam után megnézem a chatet, de most futi nem. Hoppos, kicsit túlcsúsztam. Gyerünk végig, ezek kanyarodj. Nem tudom, miért ilyen rohadt hosszú a váltó átétel. 4-esbe szerintem föl se rakom még a 3-4-esbe se. Hát mert ez alap rót, hogy mindenhova jó legyen, nem csak ide, ez az alap basic rót szett. De hol? Watkins Glenbe vagy? Hát... Road America. Távolságot. Ja. És itt van a seggembe is a másik. Frank. Arra ne figyelj, csak előre. Hát nem is zavar annyira egyébként. Csak a kicsit hibázok, akkor mindjárt beteszi mellém az a baj. Jó, hát tudom, ne hibázzak, nyilván. Igen. Most megléptél és közeledsz a ketteshez. A másodikhoz. Jaja. Mondom, session last lap, kellett egy pár kör, amíg figyelek rá, amíg összeáll, és most már segít. Nekem elég nagy szórása van a köröknek. Hát nekem is befigyel, persze, de törekszem, hogy mindig jobban megyek. Menjek. Üzemanyagot. Twitch-en, ha írnák, meg ha valaki megnézné, mert ugye az kiírja, hogy mennyi kell a végig, vagy mennyi a fogyasztás egy körön, az nagyon fasza lenne. Mindegyet 25. körbe megnézzük. Jó, mondjuk én lehet, hogy utána megyek ki úgyis, hogy vezessek kört, meg Alex is utánad fog, úgyhogy akkor már úgyis tudni fogom. Viszont, hogyha az Alex előtt jössz ki, akkor hozol rajta. Az új gumikon gyorsabb leszel egy kört. De hogyha most kimaradsz tovább egy körrel, az a tudja, hogy buksz. De úgy így megnyerek egy pontot.
Ciao. 2.15-öt eszik a Twitch szerint. Oké, kösz. Akkor 100... mennyi kell? 2.15-szer... 107 fél. És abból mínusz 70... De 37-et kell átölteni. Ja. Csináld inkább azt, hogyha Alexander, ha velem együtt kijön boxba, akkor maradj kint a pályán, hogy legyen pontod. Ja. Ha nem jön ki velem, akkor viszont gyere itt a boxba, cseréld le újakra a gumit, hozol majd rajta. Jó van, most már hoztam rajta sokat. Gibrázgat néha egy kicsit, úgyhogy ez jó. Jaja. Néha én is. Szerintem pont kopik a gumi. Sziasztok. Csacsá. Jó. Besézzel? Aha. Hát miért nem jöttél, baszod? Hova? Hát oválozni. Hát oválozni. Most oválozni, negyedkor indul, bazd meg. Ne, németekkel. Ne csodálkozzál, szerda van, bazzeg. Menjetek. Te sírtál, bés izé autóért erre nem jössz, bazzeg. Hát, pofám leszakad. És elmondanám, hogy jobbra is kanyarodunk. Jó van. Mi Ohio-ba vagyunk egyébként. Akkor nem zavarok. Hát ne is, bazdmeg, ne is. Jön, beszéltél a gyurkával? Már tolja a köröket? Nem írt azóta. Most te léptél le, Hazsó? Nem. Ja, szinte. Francba. Mikor lehet elkezdeni tolni neki ilyen 20. körné, kb? Mert úgy érzem, hogy sok van a gumiba, de nem akarom még legyúkolni. Jó, ne kezd el tolni. Jó. Lehet, ja, ja. Tele vagy így kurvára lassan mész, és így... Valahogy így rengedett gázzal mész be kb a kanyarba, mert a lefékezel, stb. Az a leggyorsabb amúgy is. Uff. Erőlteted, amúgy is lassabb vagy. Ja, lehet. Thank you.
Mi az állás? Harmadik vagyok egyenlőre. Talált ki kivezet? Nem is kérdezem, mert sejtem. Az a durva, hogy érzed az autóban az orbitális erőt, de egyszerűen nem mered nyomni neki, mert akkor mennek a lúgok a levesbe. Ja. Én valamint arra szoktam gondolni, mint hogy a felvezetőkör lenne kb. Neki fogom itt baszni a falnak. Sziasztok! Köszi, ciao. Ciao. Nem is értem a T1-et miért így veszik a németek. Annyira túltolják és nem jó kigyorsítás. Kicsit lehet érinteni azt a sárga vackot belül. Hát én néha nem kicsit érintem, simán néha. Tehát én officialben úgy csináltam, hogy megküzdöltem a sárgát, hogy bal kerekekkel adom belül. Ja. Nem akarom, mert bovatlanság. Ja, hát meg el is húzhat azt hiszem, hogy be tudod úgy rakni, hogy elhúzza a bal oldalát. Nem. Akkor, hát mondjuk, ja, ezeket a dömpereket akkor nem lehet. Ezzel simán lehet közölni, még jobban tapad is. Ja. És megcsúszott. Már nem vagyok közel. Nem baj, égesz csak a gumikat, szépen így tudod, hogy kell. Kicsit én is elkúrtam a T1-je.
Markusztál, üdvözöl. Magyar? Markus Stahl, akkor gondolom. Ja, Stahl, aha. Deutsche. Ja. Hi, Markus. Thank you. My friend just told me that you're healing us. I mean, healing me. Car stop on the right. Try my best to drive around this beast. It's very challenging. Anyját, gyors az Alexander egyébként, csak óvatosan megy szerintem, mert néha elkúrja. Akkor pont, hogy inkább erőltetik. Hát, ja, de nem tudom. Úgy nem látszik, hogy az autó inogna, vagy mit tudom, tehát ilyen nagyon finoman megy vele, vagy legalábbis így látszik innen hátulról. Az a gyors. Na, ezek a németek tudnak valamint, bazd meg. Kiment a boxba. Megérkezett Cipurus. Csá-csá. Hát de most... Fél annyira korán van, hogy inkább... Ja. Hát nem tudom, lehet, hogy azzal jársz, hogyha kimaradsz egy-két bört, és akkor utána friss gumival kezded el üldözni már a végén. Ja, ja. Most az anyag, hogy kopott gumival próbálj vinni a gyorsabb köröket. Aha. És hát hiba nélkül inkább. Nehogy elkezdem ilyet erőltetni. Dötted lévő is kiment? Nem, az itt van még. Neked csak azt kell figyelni. De úgy fél távol a legoptimálisabb, az teljesen biztos. Ja. Tankolás az mindegy, időbe kevesebb, mint a kerékcsere. Ja. Köszönöm.
Az meg, hogy nem akarja bekajálni a sebességet. Hú, Máté, te ha 24. körbe kimész, akkor az tök jó lenne, mert ha 25-be mennék. Te úgyis vezetsz annyival, nekem meg kéne az egy pont a vezetésért, ha nem gond. De amúgy annyira leszarom, tehát annyira nem érdekel, csak a gondolod. Többet fogok rátankolni. Most van 24, 22-re jövök majd ki kb. De 25. körben lesz a 20 liter, akkor fél távnál elégettem 50 liter. Ja nem, mert tényleg plusz olyan 25-et rá, oké, semmi. Akkor jó, 38 hatot teszek rá. Elvileg bőven jó. Nekem az még szerintem sok is. De azt mondom, hogy 50 liter volt eddig, nekem 100 literből kijön a futam. De azt is számoltuk tényleg, mert 70 meg 30-et számoltuk. De... ilyenkor gondok. Búzik köcsög németje, anyádat lögdössed, bazd meg. Gyere majd a hátra mögé, én is meglöttek fel a köldje. Vagy elém. Napos 2,11. Kösz, bazd meg, te köcsög. Direkt csinálja, bazd meg, hogy ne tudjak eljönni a másik köcsögnek. Bazd meg, hát látja, hogy lassan megyek, és direkt belém jön a buzia.
vezettem vajon, vagy nem? Hiszen én előbb átmentem a célvonalon, kint voltam egész a pit legvégén. Ja, de mindegy, mert akkor következő körbe fogok vezetni. Hát, ha előbb elérsz a pitetbe, mint én, a célvonalig. De a sansz, most már kacskaringó után van egyből. Délegyenes elején van a vonal. Már lehet, hogy a múltkori miatt lögdös. Annyira nem zavar végül is. Ja, de nem jó, mert itt van mögöttem, tehát én nem tudok kimenni addig, amíg mögöttem van, mert akkor egyből ő vezet, nem én. Ha jó, a kiment, jó. Én még megyek egy kör. Mert hogyha én most kijövök, akkor ugye egyből mögöttem van, és elmegy mellettem, akkor ő fog vezetni. Ja. Ja, itt vagy egy másodpercre? Ja jó, most aha, már vezettem, jó. Csak aztán nehogy ezt meg azzal bukd el, hogy hátrébb esel emiatt. Le is szarom. Opa. Hát, ráérek. Itt hogy mész? Úgy szélesen, vagy szűken? Jó, én is így szoktam. Mindenhol szűken. Mert a németek kiengedik oldalra. A buknak ott 3/10. Jaj, jaj, jaj! Ja. Gyere, 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 gyere. Jó, jó. Na, megyek ki. Right side. Clear on the right. Okay, we're halfway to the finish. Zsír. Csú, ja, ezek nagyon-nagyon el fognak menni. A kurva életbe. Ezek csak tankoltak, vagy mi? Nem. Ennyit ér az új gumi. Körönként nyertek egy másfél másodpercet. Nem baj, majd a végén akkor frissebb lesz a cep. Inkább az elején. Hát na jó, na de hát már úgy, hogy végig relatíve. Ja. Jó, de elment az Alexa, ha, akkor ezért akart ő kijönni hamarán. Áj, nagyon égetem a gumit. Óvatosabban. Thank you.
csak Jani. Na hát ez kilincs a kilincsen volt, bazd meg. Szó szerint. Megkörözés? Nem, nem. A harmadik helyére az most már visszavettem. Ez kemény volt. Picit túlcsúsztam, ő picit rám tartott, és így egybefordultunk. De nem volt semmi gond, semmi. Teljesen jó. Majdnem meglett az első X. Köszönöm. Köszönöm.
most izik vagy vezet? Nem, hát ez amit még kiöntöttem. Ja. Itt folyik a combomra. Miért, hova, a fejedre öntöttem? Nem. De azt arra, de valahogy eddig előre ja. Folyt, vagy nem tudom, és most elkezdett felém folyni, és most itt folyik konkrétan. Eléggé idegesítő. Hát figyelj, állj ki a pitbe, töröld meg. Ráhérsz. A gatyám felszívja, nem a földre csöpög meg a pedálra. Na, 1-4. Utolértem a geciért. És már csak el kéne menni majd mellette. Bekapcsolom a Ghost Card cheat-et. Aleho. Ciao. Ciao. Attila, nagyon versenyzve? Aha, kurvára. Sziasztok. Hello. Hi. Mikor lesz vége? Nem tudom.
Na, mindegy, akkor majd később keresünk. Oké, okay, nyugodtan. Nem tudok itt koncentrálni, hogy itt folyik a combomon. Nézd, hogy csöpp, csöpp, csöpp. Haha, talán megvan! Belül vagyok. Itt ne akard visszafűzni, bazd meg! Jaj! Hú, hát ez most kb. Egy fél centi múlt, bazd meg, hogy ne csúszok le, Jézusom! Fú! Kíváncsi leszek a mesére, mit mondanak. Rosszul jutottuk be időjárást? Nem mi vagyunk nagyon jók Ródon, hanem ők nem annyira jók Ródon. Tudom, csak mindig keresik a kifogást, ha nem nyernek esetleg. Ó, nem praktiszoltam semmit. Én se. Hát én még annyit se. Én aztán semmit, tényleg. Küldik a torpedókat, ha? De azért van, mert te is ródos vagy, nem óvádos. Így van. Hát jó, nekem már mondta a Frank, hogy valamelyik nem tudok óvádozni. Jó, hát igaz is. Mi az, ródozok inkább, mint óvádozok mostanában.
Egyébként tényleg úgy kell, sehol semmi csúszás, amennyit enged az autó, annyit szabad nyomni. Igen. Most ők szerintem kicsit erőltették és rohadtul maradnak le tőlem. Én meg ugye először akkor erőltettem, mikor mentem a harmadik helyére, akkor muszáj volt csatázni. És akkor elmértem utol ugye a másodikot. Hát meg korábban volt a kereket cserélni, az ennyit számít. Jól le is hagytak az újmikon. Ja, hát 8 másodpercre volt Alex. Az meg kurva csöpögés. De itt még mindig áll a víz az asztalon, vagy kóla. Üzemanyag elég lesz, ugye? Ja jó, 12 pillanat van, akkor elég. Szerintem bőven. Megint mondtam én. Én csak 32-t töltöttem rá, de így én is. Ja, nem vagy én mennyit? 38 vagy 6-ot? Azt ja, 38-at. 8-at, ja. Egyel kevesebbet minút számoltam, hogy ki fog jönni. Így is 50 kör volt nekem, vagy 50 kör, 50 liter volt az eleje, és 55-re tankolta vissza. Na, most egy verseny végére egész belejövök. Igen, rendesen kéne gyakorolni, nem csak itt versenyezni. Nem, csak próbált úgy csinálni, ahogy a nagyok, ahogy te szoktad vele, de nekem az úgy nem megy. Nekem nem elég a kvalit bepraktiszelni. Hát ezen is mentem már ezzel a kombóval, úgyhogy nem lenne igaz, ha azt mondom, hogy negyed órát gyúrtam, csak mertem én ezt már jól. De ha csak negyed órát gyúrsz, az is elég lett volna, tehát mindegy. Úgy legalább nem kaptunk volna egy kört. Így meg biztos mindjárt fogunk. Még a végéig. Hát te már nem. Kétlem, hogy 9 kör alatt beérlek. Na jó, ja, talán nem. Talán. Most még pont, hogy közel látsz az újabb húgal. Köszi. Vajon mondta, hogy Dán kesőn, na, azt hittem németet körözött be. Elég is lesz. Ja. Most annyira bealszok. Hát várjál meg aztán, akkor nem alszom. Jó lájt ez az Alexander. Jaja. Hát most végig tudtam spórolni, és tényleg jó így, hogy spórolok végig. Meg gondolom kijött friss gumikon, tolta mind az állat, minél nagyobb különbség legyen, és elégette. Ja. Nem baj, elbaszom még a végig. Azt nem tudom, hogy mennyit kapik, de azt tudja, hogy alapból, ha nem erőltet, egy gyorsabb a kör. De jó. Aha. Egy fél másodperccel tud ide inkább egy. De az, hogy minden kanyarban, ha kicsit lecsúszol, az kanyaronként lett 2-3 tized. Ja.
Oops, sorry, sorry. Az meg a nyelvet. Ez ki volt olyan? Ez a Daniel Paul, vagy ki a faszom? Te kimentél? Hát meglőttem, persze olyan korán fékezett, aztán picit meglőttem, aztán eldobta a vasa. De nem amúgy tudom, nem tudom, nekem fura, hogy simán meg lehetett volna szerintem fogni. Majd biztos sír a száj, kilökött a geci! Kilökött, akkor megbüntessük. Hányadik vagy összetedve? Mit tudom én, nem foglalkozom, úgyse lesz időm, mert itt annyit eszkározni. Azt hiszem negyedik talán. Nem tudom a pontokat, hogy vannak. De most Sasi mindjárt megnézi, aztán elmondja. Szereti a statisztikát. Lehet, hogy fejből vágja a pontszámokat is. Lehet, hogy crew chiefnek kéne lennie. Ja. Most csak mérfülre hallottam, nem tudom, hogy kell megnézni, mert most fogok az iRacing egy videó pontzáról. Meg lesz a régi vonalvezetés, tehát tudsz majd NASCAR-ot. Nem mondom! Nagyon a kurva életbe! Kicsoda ez? Monza! És meg lesz a régi ovál Monzán. Igen? Jó, hát nyilván azt kitalálják, mert nincs meg végig, ugye? Az... 49 lesz. Ja. Van egy rész, ahol a 49-es Lotus-szal, meg van egy, ahol egy NASCAR autóval, meg a OA részen. Kilépek, megnézem benne. Ticsre beraktam. Én mondzom, hogy nem tartozik a kedvenceim közé. Na, hát jártam sem. Ez is ilyen off-track gyűjtögetős pálya lesz a sok műfű bukótérrel. Itt a Spa meg ezek, meg az Older. Az egy tök jó pálya. Amúgy jó, de fél órát is alig lehet úgy lemenni, hogy ne szedd össze a 17x-et. Már milyen autóval? Én Kia Optimával mentem ott. Ja. Nem tudom, nekem volt bajom, én Lotus 79-el mentem. Lehet, hogy nagyon megdobja és kerülted a szegény köveket, de... Ja, lehet. Nagyon rossz. Tudom, amúgy meg muszáj volt rámenni, ja meg V8-al is, mert sokkal gyorsabb. Óvatoskodsz, az kanyaronként tizedek. Hány néző van egyébként? Látom, megy a chat. Így periférikus látással, de olvasni azért nem tudom. 13 néző van, van két új feliratkozó. Szerintem Szebringer meg lesz a 100. És annyira megörültem, hogy el is dobtam. Hagyom! Ja nem, csak lecsúsz. Hát két másodperc, nem biztos. Nem, nem, mert lögdösött hátulról egyszer a buzia, és akkor kaptam egy X-et. Aztán most a kiforgatás... Bár nem tudom, mert 3 X-et ír. Tehát a kiforgatásért úgy láttam, hogy 2-t adott,
Ja nem, ott is egyet, mert lement csak a fűbe, tehát éppen, hogy hozzáértem, és akkor lement a fűbe a csávó, nem forgott meg, meg most még egy X. Meg egyszer előttem is lementél. Ott nem kaptam X-et szerintem. Nem, ott nem kaptam. Négy kerékkel voltál fűbe. Ja, én. Te. Nem hát mielőtt boxba mentél. Ja, akkor, és akkor annyira lementél? Nem hiszem. Hát ott még csak két kerékkel mész a szegélykövön kívül, már akkor is megkapod. Nem tudom. Tehát megkerestük a pontokat negyedik irányban vagy ebben a kaszbőben. Azt tudom, vagy hát betippeltem, de jól tudtam, hanem hogy a pontkülönbség mekkora. Alexander Abraham 95, ugye Mark Melcher 85, a Frank 80, neked meg 78. Aha. Na, Máté, húzzál befelé a boxba, köszi! Az a, hogy még akkor is nyerek. Az neked még nem elég. Mert négy kör alatt csak behozom, hogy négy kör hátrányban nem vagyok. Ja, de meggondoltam, hogy meg is állsz. Tehát nem az, hogy bemész a boxba, meg is állsz. Persze. De megállok tankolni, meg kereket cserélni. Mi van, főtámadt az Alexander? Jó, mondjuk most vesztette el két másodpercet, de... Jó, ha mindig most már miért utol. Minek rakom itt vissza egyesbe, én hülye? Ja. Már csiki-csukiban vagyok. Honnan mész ki a boxba? Vagyok az a szándékosan kilépegető típus. Hát pedig szerintem ezt a Monza videót ezt látnod kéne, szerintem most nézd meg. Szerintem kurvára ráér. Sasi, de nem most írták, hogy valami, hogy adnak egy Pro licencet ajándékba Lőrinci Máté, csak hogy jelentkezzen két percen belül. Ugye? Rulincenszeket keresnek. Azaz. Magyarországról. És adnak nekik egy szerződést, egy egész éves track szerződést élőben, nem? Ugye? Az a baj, hogy tényleg így lenne, te már kiléptél volna. Hát, az lehet. És utána mondtad volna, miután megszereztem. Az lehet. De te mennyivel tankoltál körsöket már? 5 literre. Ez két kör, akkor kibírja már még 5,6-ot. Biztos, hogy kibírja. A Máténak marad 3 deci, az már pazarlás, az már fölösleg is. Nem, pont fordítva szoktam. Nekem bőven szokott maradni. Tömanyagon nem spórolok. Nem számolgatok 15. Ja, viszed haza, mi? Viszed haza. Ja. Teszem bele a robogóba. Olyan szélesen vezetnek, hogy ennyit buknak. Hát mert szerintem mindegyiknek gatya a gumia, mert ugye csúsznak le és akkor erőltetik be a kanyarba. De ha inkább lassabban megy, sokkal jobb kört megy. Jó, hát szerencsére tudják ezt a trükköt. Na, a Mark Melher meg a Alex Wurz találkoztak, hopp, én meg az megint azt nézem, nem a pályát, hú, majdnem lecsúsztam megint. Ja, biztos a pontok miatt. Mondjuk jól ment a Mark az elején, csak elbaszta a T1-ből. Keresztbe csúszott, majdnem eltaláltam orrom előtt. Anyát kicsit basszol a büszkeségét ez a futam most.
Mi? Bassza a büszkeségét most ez a futam. Na biztos, kinek? Márknak. Ja, biztos, biztos. Hát majd legalább erre fogja. Ah, kicsúszom. Ha nem csúszok ki, akkor... Wow. Úgy, na hajrá, adjál neki. Itt előttem megy a drift. Csatlakozzál te is. Tosó kör drifteljem el. Aha. Hát, te oda baszod a falnak. Oké. Megpróbálom. Jönnek mögöttem, nem lehetek annyira hülye. Engedj már el a jó kurva anyjára. Hát ez hülye bazd meg nekem jön. Nézd meg a marháját. Ez hülye. Ja, bocs, hogy ment a 14. helyére a harc. Na, grat! Köszi! Gratulál! Nézd már vissza a replayből, hogy az utolsó körömbe ez az ökör, vagy most én mentem jobb balra, vagy... Nem tudom, én úgy éreztem, hogy egyenesen megyek, ezek belém jött balról. Ez kemény. Great job, you did really well. Biztos nem örül. Mekkora drift, bazd meg! Ja, hogy még driftelsz. Jajaj! Tényleg drifteljünk meg. Fuck! Nem tudtam megfogni. Ajaj, még fal is. Egy. Ahogy is vége. Na, gratulálok az első kétel. Köszi. Ezt megnézem, ezt a levezetőkört. Nem. Ha ugye a magyar bajnokságban számolta az itteget, tudom. Hát a magyar az komolytalan szar. Hát csak így arra gondoltam, hogy az is volt. Hát csak itt. Na jó, én nem tudok driftelni, az biztos. Nézd meg a levezetőkörömet. Áh, baszódj meg. Várjál, kidékúzom magam ezzel. Na!
Na jó, inkább kilépek gyorsan, mert ez villogtatja itt a slowdown. Akkor wrong way-t írt, amikor kidékúdott practice. Azt tudom. Itt bemegy, ott pöcsölve az nekijáraton, ott elmentem jobbra. Hát... ő is jött jobbra, én is mentem balra. Hát ott vissza kell menni ívre. Várjál. Ja, jön ő is visszafelé. Áj, de kár érte, hogy egyszer eldobtam. Még tök szép lett volna a drift. Roger Noack. Well, thank you. Yeah, te is eléggé jött jobbra, úgyhogy. Yeah, Atlanta is a really good racetrack, so I will definitely give it a try. I will not have too many free time nowadays, so maybe I will miss that, because I'm also racing in Lotus 79, and also we have our league road races on Mondays, so I'm preparing for that as well. I will be away at the weekend, so maybe I will miss this week's Class C Silverado race. Köszi! Nagyon zsír volt. Szerencsére végigbírtam, és bejött a taktika. Taftika. Nem estem ki, és sikerült. Bejönni második helyen. Hát ezt azt mondom, megy lefelé, vissza. Meg mentem befelé. Na, all right. Na, köszi srácok, hogy jöttetek. Zsír volt a verseny, remélem ti is élveztétek. Aztán hétfőn Street Stock Lime Rock Chicane, az egy király kombó lesz. Ezek a NASCAR-os autók jelszeretlen jók roadon. Itt egy picit ez túl rövid, meg túl kicsi, túl erős a B-s, ugye a Camaro, amivel megyek. Mindig az az érzésem, hogy rálépnék, hogy telibe adnám neki a gáz, de nem lehet, mert egyből megy a seggel, akkor erő azért 600 lóerő körül, nem tudom, szóval az elég erős autó, és így kinyomja a seggét, meg ugye nem is, hát nem verseny felfüggesztés, ez sima. Márti soha helyett, hogy már akkor tudta volna kólát, hogy driftelget. Ja, köszönöm. Meg hát, hát én akkor még gratulálok. Úgyhogy zsírfutam volt. Az incidensem lett végül is. Ó, hát ezek a németek, többet jártak a bokorba, az, mint a pályán. 16x, 21x, 12x. Hát gyerekek, respect the track, please. Hát vászatja, nem? Csak szóljanak akármit is legközelebb, fölnyom őket a picsára. Mondom, oké, hogy nem volt ebb baleset, de azért nem a pálya mellett vagyunk, hanem a pályán. De várjál, a másik 20 kör hátrányból szedett össze 32x-et. Ja. Az teljesítmény. Miért? Hát mikor mentünk Charlotte Infielden, nekem kb. 5 kör alatt volt már 20x-en. Akkor Tomival gyepáltuk egymást. Jó, hát mondjuk igen.
Ja, Sasi, földobhatod a hétfői futamot, ha van kedved, vagy valaki, ha, mert nem nagyon lesz most időm erre, és örülök, beültem aztán practice ebben a sessionben, nem tudom nagyon gyakorolni, még Lotus is van elvileg, azon is kéne menni, és nincs időm ezzel pöcsölni. Kónya fel, kónya. Ja, oké, okay, ha fel tudod, akkor... Itt van Monza. Zsír, kösz, kösz. Ja, akkor nézzük már meg a YouTube nézőkkel együtt. Twitch nézők. A nézők 700-ai, hát 700-an néznek most épp. Monza is a very historic track, it's been around since the 20s. And it's gone through several permutations since then. Megint három sárga volt, még a negyed.